Tehát ezt céloztam meg, hogy hogyan vesz részt a ChatGPT, pontosabban bocsánat, a mesterséges intelligencia hétköznapjainkban. És a itt létünk alatt én ezt a négy kérdést próbálom körbejárni, illetőleg én azt kérem, hogy közösen járjuk körbe, tehát nyugodtan kérdezzenek bele, lesz mondjuk olyan rész, amikor kifejezetten az önök közreműködését kérem, de amúgy is menet közben bármikor nyugodtan kérdezzenek, segítsenek engem azzal, hogy jól haladok-e, nem elég gyors, vagy elég gyors, elég lassú, stb. Érthető, hogy nyugodtan nem fog zavarni, ha kizökkenek, akkor majd visszazökkenek. Hát ezt a négy kérdést, hogy mi maga a mesterséges intelligencia, amit MI-nek is, vagy AI-nak is, vagy AI-nak is szoktunk nevezni. Mi ez a ChatGPT? Azért szedtem nagyobb betűkkel, mert ez a fő témája ennek a mai ittlétünknek. Mire használhatjuk a mesterséges intelligenciát, meg a ChatGPT-t? Hát illetőleg egy picit majd a végén arról is beszélgetnék, hogy jó lesz-e ez nekünk vajon. Egy picit távolabbról kezdem, de azért ne ijedjenek meg. Vettem a bátorságot, hát amúgy is ilyen környezetben vagyunk, egy könyvtár szervezésében vagyok itt, akkor talán nem tilos történelmi kitekintéssel kezdeni. Első Erzsébet angol királynő, akinek hát nem volt könnyű élete, már fiatal korában is többször rezgett a léc, hogy vajon meg fogja élni a következő napot. De amikor királynő lett, akkor is több összeesküvés szőttek ellene. Az egyik leghíresebb az 1586-ban zárult, egy-két lefejezéssel zárult Babington-féle összeesküvés, amikor is az volt, hogy a Erzsébetnek a unokatestvére Stuart Mária éppen a szabadságvesztését töltötte Erzsébet jóvoltából. Őt óhajtották a katolikusok trónra jutatni, és erre szövetkeztek. Csak hogy Erzsébetnek a, hát mondjuk úgy, hogy kémfőnöke, vagy James Bondja, azt hiszem úgy, hogy Walsingen, az beépített egy ügynököt az összeesküvők közé, és elfogták a leveleket, illetőleg hát meg hozzájutottak a levelekhez, amik viszont titkosírással készültek. Egy olyan fajta titkosítással készültek, hogy a betűk helyett egy másik fajta jelet írtak a levélbe, amit azt tudott, aki ismerte a kódot. Azt tudott megfejteni, aki ismerte a kódot. Walsingenék nem ismerték, mégis megfejtették. Ugyanis észrevették azt, akkor már kellő sok levél volt a birtokunkban, úgy mondanánk, hogy kellő mennyiségi adat volt a birtokukban, hogy jelek nem egyforma módon ismétlődnek, van, amelyikből több van amelyikből kicsit több van amelyikből kevesebb. És beazonosították, megpróbálták, hogy vajon ez ugyanolyan gyakoriságot, ugyanolyan mintázatot mutat-e, mint az angol nyelvnek az AB, angol nyelvnek a betűi. Tehát nyilván az angol nyelvben is vélemezhetően az E betű az gyakrabban fordul elő mondjuk, mint a L. És ebből a mintázatból indultak ki, és valóban megfejtették a leveleket, aminek az lett a vége, hogy leleplezték az összeesküvést, el tudjuk képzelni, 1500-as években ennek mi volt a vége, de a lényeg az az, hogy egy ilyen fontos dolgot megtettek, oly módon, hogy volt megfelelő mennyiségű információk, adatuk, levelük, fölismerték a mintázatot, és mint egy algoritmust, nem véletlenül használom ezeket a szavakat, behelyettesítették, próbálgatták, és kijött egyszer, csak kijöttek az értelmes szavak. Egy picit továbbugrunk, néhány száz évet, de megint Angliában, még mindig Angliában vagyunk. Ez a második világháború idején, ja, ezek a képek azért ilyenek, mert ezeket mesterséges intelligenciával állítottam elő. A második világháborúban az angolok, vagy pontosabban a szövetségesek el tudták fogni a németeknek a táviratait, de az titkosítva volt a híres enigmával, amit hát nem tudtak ilyen könnyen dekódolni. És létrehoztak ez a Bletchley Parkban egy matematikusokból álló csapatot, akinek az volt a feladata, hogy fejtse meg az enigmát, törje föl az enigmát. Végül ez sikerült is nekik, és úgy tudjuk, hogy Turingnak ez volt, hogy Turing innen indult el egy olyan fajta gondolkodásban, hogy vajon tudunk-e olyan gépet létrehozni, ami olyan okos, mint az ember. Emberszerűen gondolkodik. Van is a Turing-teszt, hogy vajon meg tudjuk állapítani, hogy egy géppel beszélgetünk-e, vagy egy emberrel. Úgyhogy őt nevezik az egyik atyának, a mesterséges intelligenciának. Közben rájöttem, hogy elfelejtettem mondani olyan gyakorlati információkat,
Az egyik az az, hogy a, hogy a kivetítem a prezentáció végén ennek a prezentációnak is a linkjét, meg egyéb ezzel kapcsolatos véleményem szerint hasznos információkat, amiket majd meg tudnak találni, valamint azt, hogy úgy tervezzük, hogy a végén pedig tényleg átmegyünk egy kérdés-felelet üzemmódba. Úgyhogy akinek van kedve és ideje, az majd maradjon itt velünk a végén. Tehát visszatérve ide, tehát őt nevezhetjük némiképpen a mesterséges intelligencia atyának, de az is igaz, hogyha már őt emlegettem, akkor érdemes megemlíteni Neumann Jánost is. Nincs számítógép, nincsenek azok a számítógépek, amik vannak, akkor nincs mesterséges intelligencia, mert a számítási kapacitás az elengedhetetlen ehhez a műfajhoz. Ugrunk egyet, 97-ben történt az, hogy akkor létrehoztak egy nagyon-nagyon erős számítógépet, Big Blue-nak nevezték el, és ebbe beprogramozták a sakkozásnak a sémáit. Úgy kell ezt elképzelni, legalábbis az én laikus tudásom szerint, én úgy képzelem el, hogy úgy tudom, hogy a sakk az egy viszonylag egyértelmű játék. Tehát nem olyan, mint a foci. Nem tudom, biztos sok mindenkit nem érdekel a futball, de engem igen, és szombaton volt vagy vasárnap az El Clasico, és azóta is vitáznak, hogy az egyik lövés az gól volt, vagy nem volt gól. Lehet, hogy újra játsszák a meccset. Sakkban nem nagyon van ilyen. Egyértelműbbek a szabályok, úgyhogy egy gépet azt meg lehetett erre tanítani. És azt csinálták, hogy ebbe a nagyon-nagyon erős számítógépbe beprogramoztak tudásom szerint 50 ezer sémát. Tehát, hogy az nem egy lépés, hanem egy lépés sorozat. És azt mondják, hogy az olyan zsenik, mint Garry Kasparov, az tudhat mondjuk 10 000 sémát. Én úgy gondolom magamról, hogy ha én sokáig tanulnék, akkor megtanulnék mondjuk 3-at, én úgy körülbelül ide taksálom magamat. És itt ennek az lett az eredménye, hogy ez a nagyon erős számítógép ezzel a beleprogramozott tudással le tudta győzni Kasparovot. Nem mindig, de le tudta győzni. Tehát ez volt az első olyan, vagy egy volt egy olyan mérföldkő, amikor elgondolkodtak azon, hogy hát lehet, hogy a gépek gondolkodásban is többet tudnak, mint az emberek. De aztán most ugrunk 20 évet, és a Google létrehozott egy mesterséges intelligencia. Ja igen, tehát ez a gép, ez amit mondtam, ez a Big Blue, ez nem volt mesterséges intelligencia. Ez egy erős számítógép volt, amit megtanítottak. Valószínűleg hosszú idő lehetett ez az 50 ezer sémának az összeállítása és a megtanítása. A Google pedig egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazást csinált, azt mondta neki, ezek a sakkozásnak a szabályai, a lépései, stb. 4 óra alatt megtanult ez a mesterséges intelligencia sakkozni, és megvert mindenkit. Tehát ez a nagy különbség, hogy a mesterséges intelligencia, ez is a nagy különbség, a mesterséges intelligencia az megtanulja. Tehát az saját maga képes arra, hogy megtanuljon dolgokat. Tehát nem kell azzal bajlódni, hogy ezeket a konkrét dolgokat bevisszük, hanem ő képes arra, hogy megtanulja, és önállóan földolgozza. Mi mást is tettem volna, hogyha most meg szeretném tudni, hogy mi az a mesterséges intelligencia. Fogtam egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazást, ez a már emlegetett ChatGPT, és megkérdeztem tőle. És ő ezt mondta, egy betűt se változtattam meg. Mesterséges intelligencia az emberi intelligencia működésének és viselkedésének modellezésére és utánzására irányuló tudomány és technológia ága. Picit magyartalan, de hát ez különben benne van. Ez a terület számos matematikai, informatikai és mérnöki elven alapul, és olyan rendszerek létrehozását célozza, amelyek képesek tanulni, döntéseket hozni, problémákat megoldani és emberi jellegű tevékenységeket végezni. Azért olvasom föl, mert ezek nagyon-nagyon jó mondatok. Azt kell mondjam, hogy teljességgel profi. Ezek a rendszerek általában algoritmusok és adatok segítségével működnek. Fontos. Algoritmusok és adatok. Ez nagyon fontos. És gépi tanulás és neuronális hálózatok elveire épülnek. Mesterség és intelligencia számos területen alkalmazható, így van. Utána megkérdeztem tőle azt is, hogy és hogyan tanul a mesterséges intelligencia. Ezt nem fogom felolvasni. Adatokat gyűjt, tehát a mesterséges intelligenciának adatokra van szüksége.
A helyzet az az, hogy a mai világban a technológiai cégek azok rendelkeznek adatokkal. Én fontosnak tartom, hogy ezzel nagyon legyünk tisztában, hogy ezt nyugodtan ketté választhatjuk, mesterséges intelligenciától függetlenül is legyünk azzal nagyon-nagyon-nagyon tisztában, hogy a tech cégek, a nagy tech cégek, azok rengeteg sok mindent tudnak rólunk. Tehát kire gondolok? Google, Facebook, a Microsoft, Samsung, Apple, ezek. Hiszen használjuk az ő eszközeiket, használjuk az ő felületeiket, azon keresztül rengeteg sok információ átáramlik. Tehát konkrétan ezek, ők tudják, hogy én nem azt tudják rólam, hogy Villányi Balázs vagyok, és itt lakom, ahol lakom, hanem tudják, hogy mi a hobbim, tudják, hogy merre szoktam járni, tudják, hogy mi van a gyerekeimmel, még azt szerintem azt is elég pontosan tudják, hogy hogyan viszonyulok a gyerekeimhez, és sorolhatnám. Tehát nem csak a kemény adatokat, hanem a viselkedéseket is tudják. Ebben a műfajban ez fontos, tehát a mesterséges intelligenciánál ez nagyon fontos. Algoritmusok és modellek megkeresik a mintázatokat, ezeket algoritmizálják, tanítás, tanulás, a visszacsatolást azt befogadják, tehát nagyon fontos. Tehát ez abszolút, amikor szeretnénk valamit tudni, mondjuk úgy, hogy hagyományos módon, meg kell kérdezzük a Google-tól. Mi Sri Lanka fővárosa, megmondja, nem úgy, mint a gyaloggalobban. De hogy én azt mondom neki, hogy nem, rosszul tudod, hát akkor, hogy, akkor jön egy diskurzus. Aztán, hogyha nagy butaság, mondok egy példát, most elnézést így belekapok a ChatGPT-be. A ChatGPT 3.5, amivel foglalkozni fogunk, az 2022. január 1-ig térképezte föl az internetet. És megkérdeztük tőle, hogy ki Anglia uralkodója. Hát mit mondott? Második Erzsébet. Mondtuk neki, hogy nem. És akkor el lehetett kezdeni. Szóval befogadta ezt, hogy szóval úgy nem az, szóval érezte azt, hogy ebben lehet valami igazság. Szerintem összerakta, hogy akkor, amikor ezt ő tudta, akkor második Erzsébet már nagyon idős volt. Tehát, hogyha valaki itt 24-ben elkezd okoskodni, hogy nem ő az uralkodó, abban lehet valami igazság. Hát felhasználás sokat tanult, így van. Én azt mondanám, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan valami, ami mintázatok alapján tanul. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy úgy kezd el tanulni, tehát nem csak az a lényeg, hogy rengeteg sok kemény információ kerüljön be neki, hanem amit aztán vissza tud adni, hanem hogy megállapítja abból. Tehát mint a kisgyermek is úgy tanulja meg, hogy mi a kör. Ugye azt mondjuk neki, egy nagyon okos ember azt mondja neki, mi a kör? Kisfiam, az a kör, egy ponttól, egyenlő távolságú pontok halmaza. Hát ő nem így tanulja meg, hanem úgy tanulja meg, hogy ez is kör alakú, az is kör alakú, utána fogja tudni. Mi a kutya? Ez is, négy lába van, szőrös, akkor lehet, hogy cica, de ő kutyának gondolja, mert ugye annak tanulja, annak látja először. Így tanul a mesterséges intelligencia is. Algoritmusok dolgoznak benne. Ez azt jelenti, hogy földolgozza ezeket az információkat, és ebből olyan fajta tudást gyárt saját magának, amit hogyha majd megkérdeznek tőle, akkor ő már értelmesen fog tudni erre válaszolni, öntanuló, ahogy jeleztem. És van egy speciális tulajdonság, hogy nem tökéletes, ezt úgy nevezték el, hogy halucinál, kitalál olyan dolgokat, amiket nem tud, de szeretne választ adni. Tehát ez, amiről beszélni fogunk, ez a ChatGPT, ez viszonylag ritkán mond olyat, hogy nem tudom, nem nagyon szokott ilyet mondani. Néha ad kitérő választ, de nem jellemző, de általában ad választ, csak esetleg nem jót. Ennek az lehet az oka, hogy nem egyértelmű számára, hogy mit akarunk tudni. Ezen majd, amikor foglalkozunk a ChatGPT-vel, ezzel nagyon szembe kell nézzünk, hogy egy kicsit úgy lehet rátekinteni, mint egy jó tanácsadóra, de hát, hogy annak a jó tanácsadótól mi nem jól kérdezünk, vagy mi tudjuk, hogy mire gondolunk, de számára ezt nem tettük egyértelművé, akkor kijöhetnek butaságok is. De kijöhetnek butaságok úgy is, hogy ő egész egyszerűen nem tudja a dolgokat. Ezt így nevezik, hogy halucinál. Hát most mutatok egy vicces példát, ez természetesen vicc. Ha megkérdeznénk a mesterséges intelligencia, hogy készítsen képet Teréz anyáról, aki a szegénység ellen küzd, hát az éppensége lehetne ilyen is. Tehát azok a részei stimmelnek a dolognak, hogy beazonosítja Teréz anyának a szimbólumát, ahogy ő kinéz, a szegénység, igen, és hát küzd. Küzd.
Tehát itt most összefoglalom, hogy mi kell ahhoz, hogy mesterséges intelligencia, hogy mi kellett ahhoz, hogy mesterséges intelligencia létrejöhessen. Nagyon-nagyon sok adat, pokoli sok, rendelkezésre áll a nagy cégeknek. Algoritmus, amihez meg szintén rendelkezésre áll számukra minden. Tehát mondjuk a Google-nak a éves árbevétele az a legtöbb fejlett nyugat-európai országnak az éves GDP-ét meghaladja. Egy magáncég. A nála dolgozó, magasan képzett mérnököknek a száma elképesztően sok. Hát, megvan, ez nekik megvan. Beazonosítják a mintázatokat, következtetéseket, döntéseket hoznak. Tehát ez kell a mesterséges intelligenciához, hát meg ez a megfelelő kapacitás, tehát úgy értem, hogy számítógépes kapacitás, gyorsaság és méret. Képzeljünk el, mint ahogy John Lennon énekelt, hogy imagine, képzeljük el. Képzeljünk el egy olyan világot, amikor a mesterséges intelligencia segítene nekünk lakást keresni, vagy munkahelyet keresni, de akár a vásárlást is megoldhatná helyettünk, sportolási elképzeléseinket is, étrendünket, párválasztást, nyaralást, bármit. Mire gondolok? Azt mondom a mesterséges intelligenciának, hogy ideje lenne sportolnom. Mit javasolsz? Ő tudja rólam, mennyi idős vagyok, úgy többé-kevésbé milyen fizikai állapotomban vagyok, milyen anyagi helyzetem van, mennyi szabadidőm van, milyen elképzeléseim vannak arról, hogy én szeretném az egészségem megőrzése érdekében, hogy sportolnék. Tehát úgy tudja, hogy hol lakom természetesen. Úgyhogy simán, piszoki ötleteket mondanám. Mondjuk mond 3 sportágat. Akkor azt mondom, hogy jó, legyen ez. Légy szíves, adjál nekem ehhez edzéstervet konkrétan. Tudja, hogy mennyi időm van, hát nyilván most mond valamit, módosítottam, hogy nem ez egy kicsit sok, vagy egy kicsit kevés, megmondja. Csináljam ezt, egy héten 3-szor adhatok neki akár célt is, hogy szeretnék indulni, nem tudom én micsodán, egy év múlva, simán megmondja. Tök jó, nem? Keresek egy lakást. Vacakolok sokat az ingatlan.com-on, a fene vigye el, ő megmondja nekem, hogy mire van nekem szükségem. Párválasztás. Van nekem egy lánybarátom, 2 kamasz lányjal elváltak, egyedül neveli őket, de szeretne egy pár találni magának. És akkor mondta, hogy ő ezeken a internetes párkeresőkön nézelődött, és azt mondta, hogy így mutatta, hogy akkor nézem, azt mondja, hogy halat tart a ficka a kezében, már dobom is ki, ez nekem nem érdekelnek. A másik az állandóan túrázni megy, már dobom is ki, nem érdekel. Kaposváron lakik, én Budapesten, nem érdekel. Ez is egy módszer, mesterséges intelligencia sokkal pontosabb. Ennél sokkal-sokkal pontosabb párt tud hozzánk társítani. A kérdés az, hogy akarjuk-e? Nem. Egyelőre a kérdés az, hogy akarjuk-e? Egyelőre még azt látjuk, hogy azért ilyen még nincs, mert még szavak szintjén még van adatvédelem. Hát lássuk be, csak a szavak szintjén. Tehát mondjuk nagy lenne a felháborodás, hogyha egy mesterséges intelligencián alapú társkereső alkalmazás azt mondaná, hogy te, én tudok rólad mindent, úgyhogy itt van a számodra megfelelő társ. Azért, hogy nem esne jól, pedig hát képesnek képes rá. Ezt mindezt azért mondom el, hogy hát ez úgy legyünk tisztában, hogy a Jóisten tudja, hogy mit hoz a közeli jövő. Mert mondom, az adatok, az információk és a technológia az megvan. Tehát ez gyakorlatilag csak döntés kérdése, és persze az is egy kérdés, hogy kinek a döntésének a kérdése, hogy vajon a mi döntésünk lesz-e, vagy pedig fölöttünk fognak erről dönteni, de a lehetősége megvan ennek. Befejeztem ezt a fajta riogatást. Ja, itt csak ahhoz lépek vissza, itt ennél a képnél ide írtam, hogy mit írtam be, milyen utasítást írtam be, hogy ilyen képet kapjunk. Ennyit. Nézzük azért a jó részét is. Hol fogja használni vajon a világ a mesterséges intelligenciát? Mi az, ami nagyon-nagyon logikus és kívánatos? Természetesen egyáltalán nem teljes körű ez a felsorolás, szóval szerintem 10-szer hosszabbra lehetne írni azokból is, amik már vannak, tehát ahol már használják,
De azt gondolom, hogy például a diagnosztikában, gyógyászaton belül, gyógyászatban is, de diagnosztikában ott is használják már, félreértés ne essék. Én ott robbanásszerűen pozitív változást várok. Tehát ott hozzáteszem, hogy hallottam a tévében, hogy megnéztem a tévben Krausz Ferenccel a beszélgetést, és mondta, hogy neki már olyan 10 éve folynak kutatásai magyarországi orvosegyetemeken, azzal a módszerrel, amiért ő Nobel-díjat kapott, azzal a módszerrel végeznek teszteket minimális vérből, amivel mintázatokat rajzolnak ki, és ahogy telnek az évek, úgy látják, hogy ezek az emberek, akik részt vesznek ebben a vizsgálatban, hogyan alakul az ő állapotuk, fizikai állapotuk, egészségi állapotuk, és ezáltal olyan megállapításokat tudnak tenni, amit a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy hagyományos vizsgálati módszerekkel nem. Hát az pedig, hogy mondjuk valakinek erős a hajlama egy daganatos betegségre, azt mondjuk 5 évvel azelőtt, hogy mondjuk ezt a CT kimutatná, azelőtt ezt felfedezik, hát azt hiszem, hogy itt ezt nagyon-nagyon sok mindent meg tud menteni. Tehát ez egy fantasztikus nagy előrelépést tudna hozni. A migrációt azért írtam ide, mert ez érdekes módon ezt 2 éve, nem még több éve hallottam már, hogy készült egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, amelyik a beszédből meg tudja állapítani 90%-os pontosság, hogy az illető honnan jött. Tehát amikor megy a diskurzus azon, hogy valaki megjelenik egy határon, és azt mondja, hogy ő Szíriából jött, és azt mondják neki, hogy hát akkor ezt a szöveget olvast föl, a mesterséges intelligencia megmondja, hogy hát ő nem onnan jött, hanem mondjuk Egyiptomból. De nem használják ezt a mesterséges intelligencia alapú alkalmazást. Nem tudom miért, de nem használják. Mindenesetre a lehetőség meg lenne. Tervezésekben, hát ilyen ügyfélszolgálatos dolog, hát ez szintén, hát ez már szintén van már, ugye, hát nem mindenki foglalja az imáiba, de ilyenek vannak, amikor az ember szeretne valakivel beszélni, de csak egy robottal tud. De hát az tény, hogy mondjuk ez sok mindent meg tud gyorsítani a vállalat szempontjából, meg idegesíteni az ember szempontjából, de azért ez majd egy idő után jó lesz. Tehát én azt gondolom, hogy a lehetőségek azok végtelenek, de a felelősség se picike. Hol tudjuk mi használni? Amiről ma beszélni fogok, ez a ChatGPT, hát ennek egy néhány ötlete, vagy néhány terület, ami segíthet minket, amit írnunk kell. Ott nagyon sok időt meg tudunk takarítani a ChatGPT segítségével, ötleteket is tud számunkra generálni, tervek készítésében, szövegek kibővítésében, összefoglalásában. Tehát aki mondjuk szövegekkel dolgozik, annak egyértelműen nagyon-nagyon nagy segítség tud lenni. De másban is természetesen az élet egyéb területein is tudjuk használni. Hát ezt viccesnek gondolom, hogy gondolkodik-e helyettünk a mesterséges intelligencia, azt mondtam, hogy hát csak hogyha megkérjük, de ez nem teljesen poénos. Tehát ha úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat rábízunk, akkor olyan, mintha gondolkodna, igen. Igen, olyan, mintha gondolkodna. Itt most nagyon pontosan meg szeretnék határozni valamit. Még folyamatosan úgy beszéltem, hogy a mesterséges intelligencia. Tulajdonképpen ilyen, hogy a mesterséges intelligencia, hát mondjuk, hogy létezik is, meg nem is, az biztos, hogy úgy nem létezik, hogy a következő dián, hogy kérek, mit tudom, egy 10 dek a mesterséges intelligenciát. Bár zárójeles megjegyzésképp mondom, hogy azért van, hogy naponta nem is megszámlálhatatlan mennyiségű mesterséges intelligencia alapú alkalmazás jön létre, mert hogy a mesterséges intelligencia, mint technológia, az egy megvásárolható, elérhető valami. Tehát amikor egy cég úgy dönt, vagy egy vállalkozás, akár egy kisebb is, hogy szeretne egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazást létrehozni, akkor neki nem kell ezeket a fejlesztéseket elvégezni, tehát ezt a töménytelen adatmennyiséget begyűjteni, ezeket az algoritmusokat fölépíteni, ezt ő meg tudja vásárolni nagy cégektől, és aztán pedig a cél részét kell neki saját magának megcsinálnia. De a lényeg az, hogy tehát ez egy technológia, ami itt van, és amiket mi használni tudunk, mi emberek használni tudunk, az ezen technológiára alapított alkalmazások, mondjuk így. Ez viszonylag jól lefedi a valóságot. Tehát
egy szöveges, ez a, amit, amiről itt beszélni fogunk, ez a ChatGPT, ez a úgynevezett nagy nyelvi modell, ez egy arra való alkalmazás, hogy mi kérdezzünk tőle, és a szöveges módon válaszol nekünk. Egy képgeneráló alkalmazás arra alkalmas, hogy mi adunk neki egy utasítást, ha olyan az az alkalmazás, hogy egy szöveges utasítást kell adnunk, akkor szövegben adjuk neki az utasítást, és ő arra csinál egy, és akkor ez alapján ő csinál egy képet. Csinálnak egy, van másik alkalmazás, az videót csinál, ugye a navigációs alkalmazás az navigál minket, és a többi, és a többi. Tehát a mesterséges intelligencia egy technológia, ami létezik, megvan, itt van, kifejlesztették, működik, és alkalmazásokon keresztül mi pedig hozzá tudunk férni, tudjuk használni. Amivel mi foglalkozni fogunk, ez a ChatGPT, ami ez egy úgynevezett nagy nyelvi modell, mesterséges intelligencián alapul, és ami nagyon fontos nekünk, hogy pontosabban azt mondanám, hogy akkor fogjuk igazán azt érezni, hogy jaj, de jó, hogyha valamennyire megértjük ennek a dolognak a működését, és ezen ementén foglalkozunk vele, ementén bánunk vele. Tehát most erre áttérek erre a ChatGPT-re, mert ez az, ami egy olyan valami, hogy bármikor azonnal, akár most, vagy hát valószínűleg tartom, hogy jelenlévőknek egy jelentős része már használta is. Hát ez itt van, ingyenesen használható. Hát megint csak arra utalok, hogy könyvtárban vagyunk, ezért egy ilyen bevezetéssel élek. Itt ezt írtam be a képgeneráló mesterséges intelligenciába, hogy igen, ez a ChatGPT-vel magyarul beszélünk, de a képgeneráló alkalmazásoknak a döntő többsége az nem tud magyarul még. Nem hiszem, hogy ez sokkal fog tartani, hogy angolul kell beírni. Ezt írtam be, hogy Lord Byron, híres költő, ül az ablaknál, verset ír, háttérben korabeli London. És egy ilyen képet csinált. Amit ide beírtam, tehát, hogy szokásom a kezdeni, ez amúgy egy kedvenc regényemnek az első mondata, és hát a szövegekről beszélünk, az első mondatoknak nagyon nagy jelentősége van. A remek írók ezt tudják is, Cervantaltól Rejtő Jenőn át Rowlingig. A ChatGPT-t 22. novemberétől ingyenesen lehet használni. A ChatGPT-nek az úgynevezett 3.5-ös verzióját. Ez egy ingyenes verzió, ez az, amire azt mondtam, hogy 2022. január 1-ig, vagy 2021 végéig térképezte fel az internetet. Hát információk abban vannak benne, vagy addig vannak benne. Nagy nyelvi modell, értelmesen lehet vele beszélgetni. Nem telt el még nagyon sok idő, de azt hiszem, én kimerem jelenteni, hogy ezt nem szabad kihagyni. A nyelvi modellekről annyit érdemes tudni, hogy rengeteg szöveget megtanultak. Angolul, hát egyszer én ezt olvastam, hogy mennyi, de nem is tudom, hogy ezerszer többet, mint magyarul. Szóval sok nagyságrenddel több angol szöveget dolgoztak föl, mint magyart, de magyart is jól használják, magyarul is jók. De hát angolul meg fantasztikusan. A szórakozás kedvéért lehet ezt is tesztelni. Például egyszer csináltam egy olyat, hogy azt kértem tőle, hogy legyen szíves, foglalja össze a Jókai Mór Arany ember című regényét, és akkor természetesen. Az aranyember egy híres magyar regény, ahol bánkbána, mondtam, jó van. Tehát ugye az van, hogy nem ismeri. Azt tudta, hogy ez egy magyar regény, és ezért úgy kezdett el kommunikálni. És akkor utána mondtam, hogy hát ez nem sikerült, és akkor mondom, jó, akkor foglald össze Harry Pottert, azzal nem volt probléma. Tehát ez így van, de ezzel jó, ha tisztában vagyunk, nincs ezzel semmi probléma, annyira azért nem tud mindent. Azért is mondtam, hogy a prezentáció az elérhető lesz, majd hát elérhető, majd ki fogom vetíteni a pontos URL-t, bár a honlapomon, ami rajta van ezen a könyvjelzőn, az a maga honlapomnak a doménye rajta van, és megtalálható képzések, valami ilyesmi fül alatt. Ezt kell beírni a böngészőbe, ezt, hogy chat.openai.com, egy egyszerű regisztráció,
tényleg egyszerű. Én nagyon el szoktam akadni a regisztrációknál, tehát én különben nem a fiatal generációhoz tartozom, engem ki lehet üldözni a világból a sok hülyeséggel. Ez egyszerű, tehát itt valóban gyorsan megy a dolog. Lehet Google fiókkal, Microsofttal vagy Apple fiókkal, vagy e-mail címmel is regisztrálni. Nem kér sokat, nem kér semmit, nem kér bankkártyát, meg cipőméretet, úgyhogy gyorsan megvan, és már tudjuk is használni. Tehát ahogy mondtam, ez egy algoritmus, mindig akar választ adni, és ezért néha hibázik. Öntanuló, tehát hogyha valamit mondunk neki, hogy... Tehát hogyha mondjuk, nem tudom, nem próbáltam meg, de hogyha mondjuk a... aranyembernek legalább egy olyan rövidebb változatát, egy, mit tudom én, 10 oldalas verzióját én utána föltöltöttem, bemásoltam volna a ChatGPT-be, akkor utána már egy viszonylag jó összefoglalást készített volna. Fontos, hogy jól kell kérdezni, és hogyha az embernek a munkájához tartozik, hogy írásos anyagokat kell előállítani, akkor... Azt mondom, hogy hát ne essen pánikba, nem fogja elvenni azért a munkáját. Legalábbis normális esetben nem, tehát a normális a környezetemben van. Ezen azt is értem, hogy amikor a ChatGPT-t megkérjük, hogy csináljon, írjon nekünk valamit, akkor azért ne vegyük úgy, hogy úgy, ahogy van, jó. Tehát azt mindig nézzük át minden szempontból. Nem feltétlen a legmagyarosabban fogalmaz, hibázik nyelvtanilag is. De amúgy teljességgel, szóval jó módon működik. Egy pillanatra most kilépek a prezentációból, mert megmutatom a ChatGPT-nek a felületét. Itt van ez a mező, ide kell beírnünk az úgynevezett promptot, azt az utasítást, amit kérdezünk tőle. A korábbi beszélgetéseink azok itt vannak. Tehát azok megtalálhatóak, és amikor egy új beszélgetést akarunk indítani, akkor azt kell neki mondani, hogy new chat. Tehát, hogy egy új beszélgetést indítunk, vagy hát, hogyha beléptünk, akkor eleinte ugye ez rögtön egy új beszélgetés. A fontos fogalom, vagy hát a legfontosabb fogalom ez a prompt, ez az utasítás. A képgeneráló szoftverek is, vagy képgeneráló alkalmazások is ezt a szót használják, hogy prompt. Tehát egy promptot kell neki adni. És beírunk valamit, nyomunk egy entert, beírjuk, amit kérnénk, nyomunk egy entert, és ő válaszol. Megnézzük, hogy milyen, és visszareagálunk. Az esetek döntő többségében, hát ez a gyakorlat, ez a rögvalóság, az ember úgy megfogalmazza, hogy gondolja, ő mond valamit, és azt mondja, hogy az ember azt mondja, hogy hát ja, de... Mondok egy példát, hogyha azt mondom, hogy 10 pontban foglald össze Budapest látványosságait, így, jókat fog mondani. Parlamenttől a Halászbástyán keresztül, nem tudom, Városligetig. De azt mondom, hogy ja, jó, oké, de én egy olyan turista vagyok, aki még sose jártam Budapesten, nincs autóm, és csak fél napon van. Akkor... Így fogalmazd ezt át. Akkor törekedni fog arra, hogy ennek megfelelően. Vagy sorold el a naptól való távolság szerint a naprendszerünknek a bolygóit. De úgy beszélj erről, mint egy egyetemi professzor. Akkor úgy fogja ezt megfogalmazni. És azt mondja, köszönöm, most úgy, hogy egy ötödikes gyerek is megértse, vagy egy ötödikes gyerek stílusában. Tehát a dolog az így épül föl, hogy utasítást adunk, és utána pontosítunk. Természetesen lehet úgy is, hogy rögtön adunk neki egy olyan utasítást, ami mindenféle fontos információt tartalmaz. Nem ez szokott lenni a valóság, de például elmehetünk úgy is, hogy elindulhatunk úgy is, hogy ha esetleg nem vagyunk benne biztosak, hogy ő fogja tudni. Mondjuk én online marketinges vagyok, hát abban van egy-két olyan fogalom, amiben én nem vagyok százszerűen biztos, hogy ő ismeri. Mert esetleg a tapasztalatom, amióta használom, az a tapasztalatom, hogy online marketingben mindent ismer, de azért lehetnek olyan szakmák, amiben nem. És akkor megkérdezem tőle, hogy tudod-e, mennyire vagy vele tisztában.
tehát előkészítem. De ez lehet fordítva is, hogy kell nekem valamiről tartani egy előadást mesterséges intelligenciáról, és nem értek hozzá, akkor beírom, hogy mi az a mesterséges intelligencia, akkor mond nekem valamit. Akkor te mondom, köszönöm, akkor fejtsd ki ezt a pontot, fejtsd ki ezt a pontot, fejtsd ki. Tehát, hogy szépen haladok vele, ő válaszol, én meg terelgetem abba az irányba, hogy egyrészt az általam elvárt legyen a stílusa, a formája, szóval, hogy táblázatos formában kérem, felsorolás formájában, akkor úgy fogja megcsinálni. És nagyon fontos az, hogy ameddig egy témával foglalkozunk, addig egy chatben maradjunk. Mert ami abban a chatben elhangzik, kölcsönösen, azt ő tudja. Tehát én ott akkor elmondtam neki, hogy mondok egy példát, egyik képzésemen volt egy olyan, egy hölgy azt mondta, beírta a ChatGPT-nek, hogy mondja el, hogy mi az a meseterápia. Elkezdtem mondani, a ChatGPT meseterápia, nagyon jó módszer, a bőr alá fecskendezzük. Nem tudta, hogy mi az. Két úton indultunk el a megtanítására. Az egyik az volt, hogy beírtuk angolul, ott már tudta. A másik meg az volt, hogy azt mondtuk neki, hogy a meseterápia egy olyan módszer, mint a zeneterápia, csak nem zenével, hanem mesével. Na, innentől már képben volt, mert a zeneterápiát az tudta. Tehát a zeneterápia az úgy látszik, hogy ez egy kicsit ismertebb dolog, tudta, és képbe hozta magát. De ezt egy cseten belül kell, mert abban a csetben adtam én meg neki ezt a viszontinformációt, vagy utasítást, és akkor azt ő oda tartozónak fogja tartani. Ha egy új csetet nyitok, akkor lehet, hogy ezt ő már nem fogja tudni. Tehát azon, igen, azzal tisztában kell lenni, hogy ez egy algoritmus, amiben azért mi nem nagyon látunk bele, és néha történnek olyan dolgok, ami nem erre számítottunk, hogy ez most miért van, hogy nem tudjuk. Lehet, hogy olyankor az volt, hogy a mi kérésünkhez kisebb számítási kapacitást rendeltek oda, és ezért pontatlan adat jött létre. Csak annyit megjegyeznék, hogy amikor én először dolgoztam, szóval játszadoztam a ChatGPT-vel annak idején, másfél éve körülbelül, akkor voltak olyanok, amikor várni kellett hosszú ideig. Most már nem kell. Tehát, hogy itt a kapacitás azért rettenetesen nagy, de azért gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor a világ minden tájáról, hát ez egyről van szó. Sok kérés fut be, akkor valószínűleg ott is van valami erőforrás gazdálkodás. Na mindegy, szóval néha olyan, mint hogy elfelejteni, hogy már korábban ezt megbeszéltük, akkor szólni kell neki, hogy nem. Én mindig udvariasan csetelek vele, ő is nagyon udvariasan válaszol, még megköszönöm. Úgyhogy egész egyszerűen így megy a dolog. Beírunk, válaszol, pontosítunk, iterálunk, és kapunk meglehetősen jó válaszokat. Ha új témát akarunk választani, akkor egy new chat. Igen, és fontos dolog, hogy sosem kapjuk kétszer ugyanazt a választ. Mert hogy, szóval ez nem olyan, mint a Google kereső, hogy ez ott van valahol az a válasz, amit oda hoz elénk. Ez különben még plasztikusabb a képgeneráló szoftverek, képgeneráló alkalmazások esetén, amikor ott még van egy olyan is, hogy legalábbis a legtöbben, hogy egy sok számjegyű sorszámot ad a képnek, azért, hogyha azt akarjuk, hogy ugyanilyen kép legyen, akkor a következő promptnál azt írjuk be, akkor se ad ugyanolyat. Tehát, hogy nyilván én azt gondolom, hogy ő neki az a dolga, hogy a legjobb tudása szerint a legpontosabban készítsen képet az én promptom alapján, de hát látták, hogy ahhoz a Lord Byronos képhez is én egy 2,5 soros promptot írtam be, tehát ott azért rengeteg sok mindent nem határoztam meg. Na, azokat viszont ő valamivel kipótolja. Tehát, hogy ugye emlékszem, nem is mondtam meg, hogy az mit tudom én, milyen fajta. Mondhattam volna neki azt, hogy fotorealisztikus kép legyen Lord Byronról, de nem mondtam. Úgy gondolta, hogy egy középkori sztoriról van szó, hát akkor inkább egy ilyen festményhez hasonlítósat. De ezt ő gondolhatja a következő generálásnál egy picit máshogy. Szövegeknél is így van ez. Tehát ő azért igyekszik teljesíteni azt, amit én kérek tőle, de azon kívül neki a szöveges résznél is rengeteg sok mindent, akkor ki kell találnia, és kitalálja. És akkor az egyik alkalommal így találja ki,
pár másodperc múlva meg egy picit máshogy. Tehát nem azt értem ez alatt, hogy nem kapjuk ugyanazt a választ, hogy egyik esetben fehér, a másik esetben fekete választ kapunk, tehát tök ellenkezőt, de hogy nem pontosan úgy fogja megfogalmazni, nem pontosan azt fogja nekünk adni. Ami azért jó dolog, mert hogy hát egyedinek tűnik a dolog. Tehát azért nem olyan, hogy szóval például, amikor az ember képet generál mesterséges intelligenciával, hát az nem fog az a kép máshol megjelenni, az biztos. Tehát az egyszeri és megismételhetetlen módon elkészült, azt én használom, az más akkor tud máshol megjelenni, hogyha ezt valaki lemásolja. Tehát, hogy ez a módszer, hogy elsőre nem valószínű, hogy tökéletes választ kapunk, ezért szépen utána visszakérdezünk, és bízunk abban, hogy az öntanulás révén jó, eljutunk egy számunkra kielégítő válaszig. De azért mondjuk lehet ilyenfajta úgymond modelleket használni, hogy egy promptnak legyen 4 része, ebben mondunk neki egy utasítást, mondtunk neki egy pontos megfogalmazást, hogy mit csináljon, adunk neki bemenő adatokat, például, hogy milyen stílusban, és vannak kijövő elvárásaink is, hogy milyen formában. Én adtam neki egy ilyen utasítást, írd le a tartalmát Shakespeare, Róma és Júlia drámájának néhány verszakban, verses formában. Ez lett az első eredmény. Nem olvasom föl, azt mondom, hogy nem rossz, de azért nem tökéletes. De mondom, a ChatGPT-nél ez életszerű sztori, hogy nem kapunk elsőre tökéletes megoldást, sőt, lehet, hogy később se kapunk tökéleteset, de mondjuk egyre jobbakat kapunk. De szerintem a stílus, a maga a történet, amúgy hát ahogy elkészült a sebesség, az meg egészen fantasztikus volt. És akkor azt mondtam neki, hogy hát ez nem tökéletes, adtam egy-két utasítást, hogy javítsa ki, és akkor adott egy jobbat. Egy picit belejavítottam, volt, amit egy kicsit lerövidítettem, egy-két rímet azért igazítottam rajta, de mondom, a ChatGPT-nél erre számítsunk, hogyha azzal dolgozunk, hogy nem azt a verziót kapjuk meg, még a, nem tudom, ez a második promptolásra volt különben, amit mi elképzeltünk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, és hát tehát ilyen előadásban, egészségre, ilyen előadásban ez simán eladható ez a vers, mint egy romantikus Shakespeare vers, úgyhogy ennyi. Meg is van, mert léteznek már mesterség és intelligencia által írt regények, úgyhogy amikor láttam a tévében ilyenfajta beszélgetést, hogy írókat is hívtak, hogy vajon a mesterség és intelligencia ki tudja váltani az írók, és akkor nem, hát azt nem. Az a rossz hírem, hogy... Tessék? Van a minőség, amit lehetne a kérdelmi. Igen, csak szóval nagyon nehéz, mert nagyon szubjektív, tehát hogy én nagyon könyvolvasó ember vagyok, tehát hogy én nagyon nagyra értékelem azt a zsenit, ami a írókban, általában művészekben van. Tehát én semmiképpen se szeretném őket ledegradálni, és csak az a gond, hogy ő meg, amit én csak ámulattal nézem, tehát tényleg azt mondom, hogy a József Attila verset, ha olvasok, akkor egyszerűen az van bennem, hogy a fenébe, hogy szorult ebbe a drága emberbe ilyen érzelem. Nem értem, és nézem az arcképét, és nem értem, hogy hát tudjuk, mennyi szenvedésem ment át, és szóval nem értem. Na, és akkor azt mondom, hát a jó Isten adott neki ilyen tehetséget. De könyörgöm, én itt ide jutottam, hogy nem értem. Mesterséges intelligencia meg olyan dolgokat meg tud fejteni, és olyan mintázatokat felállítom, mert utána tud olyat írni, amielőtt ugyanúgy fogok állni, ha nem tudom, hogy ez csak úgy készült. Én azt mondom, hogy ez benne van. Tudom, hogy ez nem ezt mintázta, tehát itt mondjuk azt, hogy a Shakespeare még azért jobb, de hát ez semmi. Ez a ChatGPT-nek az ingyenes verziójából készült 14 másodperc alatt. Konkrétan mire használhatjuk a ChatGPT-t otthon? Bocsánat, még akkor annyit még a ChatGPT-ről beszélek. Igen, hát ezt, az nem is tudom, hogy került oda. Én próbáltam, de hát nem tudom, ilyesmi.
Szóval, bocsánat, te még annyit, hogy visszacsatolva, tehát, hogy ez a, amit mutattam, ez a 3.5-ös verzió totál ingyenes, létezik a 4.0-ás verzió, aminek a havidéja $20, amire azt mondták a fejlesztők, hogy még emberszerűbb, érzelmeket is belevittek az ő gondolkodásába. Csak azért mondom, hogy tudjanak róla, de én azt mondom, hogy a 3.5-ös szuper, tehát nagyon-nagyon sok mindent tud. Mikre lehet jó? Hát én most fölírtam ezeket a dolgokat, nyilván lehetett volna sokkal többet is gondolkodni rajta, vagy meg lehetett volna kérdezni a ChatGPT-t, hogy mire lehet jó a ChatGPT. Robotok átveszik-e hatalmat? Hát ehhez van nekem egy képen, meg egy elnézést ezért a sokkoló képért, a kép csak illusztráció, de ez a Harari-nak egy könyvében van ez a példa, hogy volt egy a vietnámi háború idején, az nem tudom, hogy kell mondani, My Lai vagy My Lai, faluban egy olyan sajnálatos eset, hogy az amerikai katonák elszakadt a cérna, és úgy nagyjából kiirtottak egy falut. Hát ez háborús bűncselekmény, nem tudom, életfogytiglani börtönt kaptak, nincs mese. De megtörtént. És hát sokkal közelebb időben is, meg térben is volt a szrebrenicai mészárlás Boszniában, amikor is a szerb katonák a muzulmánokat, tehát aki muzulmán, azt elkezdték kiirtani, 8000 embert megöltek. Na most, hogyha ez a két feladat, elnézést, ezt nem cinikus akarok lenni, csak most így tudom ezt elmondani, ezt a két feladatot mesterséges intelligencia robotjaira bízták volna, vagy robotokra bízták volna, akkor Vietnámban nem halt volna meg senki normális esetben, mert nem az lett volna az utasítás, hogy ha elborultál, mert lőnek a dzsungelből rád, jobbról, balról, meg dobálnak rád nem tudom miket, akkor mészárolj le néhány vagy pár száz civilt. Ilyen utasítást azért nem szoktak egy katonai rendszerben sem adni. Itt viszont katonai rendszerben adták ki azt az utasítást, hogy ki kell írtani a muzulmánokat. Tehát odaadták, kapta volna a robot ezt az utasítást, hogy aki muzulmán, az írt ki, most tekintsünk el attól, hogy állapítja meg, akkor nem 8000-et öltek volna meg, hanem sokkal többet. Tehát ez egy érdekes dilemma, mondhatjuk, tehát rajtunk múlik, tehát hogy átveszik a hatalmat, hát mennyit engedünk nekik. Tehát hogy a döntési szintben meddig engedjük őket elénk kerülni. Szerintem az valós veszély, hogy elhűljünk-e még jobban. Szerintem simán, persze. Ezzel nincsen gond. Szóval megint a saját munkámat mondom, tehát a online marketingben a szövegírás, a tartalom generálás, ugye a Google-nak a mondata, hogy the content is the king, a tartalom a király, tartalmat kell előállítani. Ez a Szent Grál. Na most már ChatGPT-vel ez nagyon-nagyon egyszerű. Nem tudom, hogy ez hova fog vezetni. Tehát úgy értem, hogy akkor mi lesz itt a tartalmakkal ténylegesen, meg hogy lehet megkülönböztetni, hogy melyik az, ami valóban előállított valóban, vagy egy ember írta. De a helyzet az, és erre szerettem ezt a gondolatot kifuttatni, hogy nincs arról szó, hogy akkor, amit mesterséges intelligenciával állítunk elő, az vacak. Arról van szó, egy marketing szövegíró cégnek a vezetője mondta, hogy ők, amikor megbízást kaptak eddig, hogy meg kell írniuk egy szakcikket egy olyan területről, ami ezt nyilván nem értenek, de hát ez egy ilyen műfaj, az eddig nekik 8 órába tellett, most meg 3,5 órába telik. De ugyanúgy kutatniuk kell, ugyanúgy dolgozniuk kell, meg ellenőrizni, hogy amit írnak, az nem hülyesége. Tehát mondjuk itt szerintem egy-egy, tehát hogy amit megsporulunk bizonyos dolgot, de az nem feltétlen rossz. Hát az biztos, hogy még egy tanárnak ez nagyon komoly kihívás, tehát egy tanárnak olyan feladatot adni, hogy akkor írj egy olvasónaplót, ha nem tudom miből, hát az egy öngól, mert hát az nem fog sokáig tartani. Tehát kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, nekem egy 16-17 éves fiam van, és egy 13-14 éves lányom. Most azt láttam, hogy a fiam az nagyon becsületes, ő azt mondja, hogy ő nem. A lányom meg azt mondja, hogy persze, hogy ezt használjuk, hát ezt ágában sincs más csinálni. Szóval embere válogatja. Úgyhogy ez majd hogy lesz később, ezt nem tudom. Kiértékelni, ha elmegy a mesterséges intelligencia, édes légy,
Hát szóban még lehet azért. Hát én nekem az a véleményem, hogy ez egyszerűen ez egy kihívás a pedagógiának, tehát a tanároknak, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy ez van, és ehhez alkalmazkodni kell. Az is tény, hogy nem is tudom, ami beszélgetésben vettem részt, és ott azt mondta, hogy az ő gyereke azt mondja, hogy dolgozott közben, ő a telefonján megnézi a mesterséges intelligenciát, és akkor felvetődik a kérdés, igen, egy képzésem, felvetődik a kérdés, hogy a tanár miért engedi a órán a telefon használatát, és ő azt mondta, hogy nem tud mit csinálni a tanár. Azt gondolom, hogy ez nem mesterséges intelligencia probléma, hanem ez hogy? De ez van, szóval ezzel azt gondolom, hogy tudomásul kell venni. Köszönöm a figyelmet, mert már elég sok idő eltelt. Még itt vagyok, és még Kata is szeretne néhány dolgot elmondani. Akinek mennie kell, vagy úgy gondolja, hogy elég volt belőlem, annak köszönöm, hogy itt volt. Aki meg még kérdezne, vagy bármit szeretne tudni, annak állok rendelkezésére. De Kata, köszönöm szépen!